Balesetet szenvedett egy turistabusz pénteken Kubában, 7 ember életét vesztette és 33-an megsérültek, közülük 8-an súlyosan. A sérültek között 22 külföldi is van, spanyol, argentin, amerikai, francia, holland, kanadai és mexikói állampolgárok. 3 kubai állampolgárt is azonosítottak a halottak között. A többi halott külföldi, 2 argentin és 1 német nő, valamint 1 francia férfi.